Némi adminisztráció, egy rövid tájékoztató és a csapatok képviselőinek jelenlétében el is kezdődik a sorsolás az MLS Szabolyszatnál Bereg Vármegyei Igazgatóságán. Mégpedig két sorsolás, mivel a Magyar Kupa mellett a Vármegyei Kupában érdekelt együttesek is ellenfelet kaptak. A Vármegyei Kupa következő fordulóját ugye már ketté bontottuk, hiszen az előző körben az kiderült, hogy a legjobb nyolcba jutott csapatok közül a négy győztes már egészen biztosan képviseli a megyénket a következő évi MLS Magyar Kupa országos főtáblán. Viszont ugye a négy vesztes közül még kettő ugyancsak tudja magát kvalifikálni, hiszen az előző évekhez hasonlóan szabolcs Szatmáberek Vármegye a következő esztendőben is hat csapatot tud feladni az országos főtáblára. Így tehát az előző körben négy vesztes csapat azért játszik most, hogy még kettő fog tudni csatlakozni a már bejutott négy csapathoz. Ugyanakkor az előző Kupa fordulóban győztes négy együttes, pedig azért játszik most, majd május 8-án az 5. fordulóban, hogy eldöntse, hogy még kettő egyesület fog bejutni a megyei Magyar Kupa döntőbe, amely már 8. éve kerül megrendezésre. A Magyar Kupában a Vámos Oroszi Máté és a Pátroha nagy mérkőzés győztese jut fel az országos főtáblára. A vármegyei kupa elődöntőjében a Tarpa a szintén első osztályú nyírbátort fogadja, az újfehértó pedig a vármegyei másodosztály kettes számú csoportjának harmadik helyén álló, korábban évekig a magyar bajnokság másodosztályában szereplő baktalóránt házához látogat. Ugye mondhatnám pikirtem, hogy másodosztály, másodosztály, csak ugye valóban nem az, hisz a Fradinál játszottunk 8300 nézőt, vagy Baktán, tehát ugye minden bajnokot fogadtunk, a Vácot megvertük, a Fradival 0-0, no, no, megvertük a Kecskemétet, tehát ezek komoly csapatok voltak. Ugye most másodosztály, megy megyé másodosztály, azt gondolom, hogy ebben a pillanatban nem nagy esélyét látom annak, hogy megyélyes osztályba üssünk fel, hisz, nem olyanok az a anyagi körülményeink, amit mondtunk, az minden rendben van, az infrastruktúra létesítmény az szerintem most is minimum MB3-as, de most ez van rengeteg hazai, helyi és környékbeli gyerekünk van, fiatalok, 14 utánpótlás csapatunk van, csináljuk a dolgunkat, aztán hogyha lesz egy olyan keret, ami arra alkalmat ad, de lehetőséget nyújt arra, hogy megy egybe, legyünk, majd mikor érezzük ezt a, a dolgot, akkor majd oda fogunk érni. A tavalyi győztes tarpai csapat ünnepel a kupa átadás után. Mint Kvaka Árpád elmondta, az elmúlt években folyamatosan nőtt a Vármegyei kupadöntő presztizse nyugodtan mondhatom, hogy igen nagy a presztízse. Az első években ugye még a Nyíregyházi Városi Stadionban tudtuk megrendezni ezt a kupadöntőt, az utóbbi években már a Kisvárdai Várkerti Stadionban, és mind a két helyszínen azért az amatőr játékosok jelentős része tétmérkőzés nem játszhatott élete során, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk ezzel kapcsolatosan, hogy ez egy óriási nagy dolog a pályafutásába, hogy a megye legszebb stadionjában tétmérkőzést tud játszani. Voltak olyan labdarúgók, akik azért MB3-ban is futballoztak, régebben mégis egy nagy élmény volt ráadásul láthattuk, hogy a szurkolókat is megmozgatja, hiszen a legutóbbi is, a legutóbbi két alkalommal is Kisvárán azért egy 800-900 fős nézősereg összejött, úgyhogy igen nagy a presztíze. A továbbjutás valamennyi párharcban egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat lép tovább. Azonos osztályú csapatoknál, ha a rendes játékidő nem hoz döntést, nincs hosszabbítás, egyből következnek a 11-esek.